A hétvégén rendezték meg Budapesten az első fekvenyomó Európa-bajnokságot, melyen a Pápai Húsos Klub versenyzője Balázs Szabolcs is indult. Tizenhat ország bajnokai vettek részt a 11 súlycsoportban megrendezett versenyen. Az induló 10 magyar versenyző 2 arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet gyűjtött össze. A verseny első felét a mínusz 52 kg-os súlycsoporttal kezdték, és a mínusz 75 kg-osokkal fejezték be. A magyar német József a mínusz 52-eseknél 97,5 kg-mal az ötödik helyen végzett. Az ő súlycsoportjában a legerősebbnek Ánzel Stánaszek bizonyult 167,5 kg-mal. Az első súlycsoport eredmény hirdetésénél Ónozó Szabolcs kapta az aranyérmet. A 75 kg-osoknál 190 kg kinyomásával lett bajnok. Balázs Szabolcsnak ekkor kezdődött el a verseny a mérlegelése, ahol, mint kiderült, 109 kg-os testsúlyával az eredeti terv szerint a 110-es súlycsoportban indulhat. Ezután a villa beállítása következett. Mikor Szabolcs a bemelegítésnél tartott, versenyzőtársai az alsóbb súlycsoportokban már versenyeztek. Pusztán Tibor, Kovács Gábor, Kopcsik Gábor, Balogh Zoltán és Rott Attila küzdöttek a sikerért. Balázs Szabolcs legnagyobb ellenfelei a finn Áté Kokkonen és Frank Schaak volt. Ők mind a hárman 240 kg-mal indultak. A finn versenyző 242,5-nél lemaradt, míg Balázs Szabolcs és a német versenyző 250 kg-ra vállalkozott. Ezt mindketten sikerrel vették. Szabolcs harmadik kísérlete 255 kg volt, amit ezúttal nem tudott kinyomni. Nem kis meglepetést okozott, amikor Frank Schaak 260 kg-mal kísérletezett, és a kísérlete sikeresnek bizonyult. Ez a súly messze meghaladja a világcsúcsot. A 125 kg fölöttiek versenyében Váradi Róbert új magyar csúcsot állított fel 255 kg-mal. A második díjátadáson a 82,5 kg-osoknál Pusztán Tibor, a 90 kg-osoknál Kovács Gábor, és a 100 kg-osoknál Balogh Zoltán lett a harmadik hely, vagyis a bronzérem tulajdonosa. Váradi Róbert a 125 plusz kategóriában Európa-bajnoki aranyérmes, Balázs Szabolcs a 110 kg-os kategóriában ezüstérmes lett. Az európai csúcs felállítóját, Frank Schaakot eddigi eredményeiről kérdeztük. Für mich war das der erste internationale Auftritt, also
Ez volt az első nemzetközi szereplésem, és egyáltalán nem tudtam, hogy hol állok a többi versenyző között. Úgy éreztem, nem lehetek az élen. 1982-ben kezdtem súlyt emelni, majd bodybuilding-gel foglalkoztam, ahol német bajnok is lettem. Ekkor kaptam kedvet az erőemeléshez. 285 kg-ot emeltem, és nyertem is vele német bajnokságot. Most újabb célom az, hogy 300 kg-ot nyomjak ki. Mikor a mostani versenyre készültem, felszedtem 10-15 kg-ot, és így már 240-270 kg kinyomására is képes voltam. Úgy gondoltam, jó eredményt érhetek el. A magyar versenyző 240-nel kezdett előttem, és úgy gondolom, hogy utána ez engem egy kicsit ösztönzött. Ha az ellenfél ugyanolyan súlyt nyom, mint én, akkor az ember nem tudhatja, milyen messze megy el a másik. Amit én így elértem, végső soron számomra elég volt. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Stúdiónk vendégei az Európa bajnok ezüstérmes Balázs Szabolcs és edzője Lombosi János. Milyen felkészülés előzte meg ezt a versenyt? Hát a felkészülés elég komolynak szántuk. Végül is ez az első olyan évem volt, amiben teljesen a sportágnak szenteltem. A felkészülésben az volt leginkább nehéz, hogy elég sok versenyen indultam az idén. Ez a Balatonbajnoksággal kezdődött, majd a világbajnokság, két országos és a mostani Európa-bajnokság. Kik segítettek ebben a felkészülésben? Hát nagyon sokat segítettek, hogy teljesen a sportnak tudtam szentelni az időmet. A Városi Önkormányzat Sportbizottsága és a Pápai Hús RT támogatták a felkészülésemet. Számítottál olyan erős ellenfélre, mint a német Frankság? Hát számítottam erős ellenfelekre, de nem ebben a súlycsoportban. Az utolsó kísérlet miért nem sikerült, lehet ezt tudni? Hát tulajdonképpen ugye 5 kilót fogyott Szabolcs erre a versenyre. Előzetesen 250 kg-ot terveztünk, hogy ebből a 110 kg-os testsúlya sikerülni fog, de hozzá kell tenni, hogy nagyon izgult a Szabolcs. Tehát én észrevettem, hát más nem igen vesz észre, nagyon remegett a keze. Tehát tulajdonképpen már ez a 250 kg is szép eredmény volt. Egy edző a verseny előtti utolsó pillanatokban, illetve a verseny napján miben tud segíteni? Hát tulajdonképpen egész végig követem az eseményeket. Végső soron nekem az a feladatom, hogy a Szabolcs az teljes nyugodtan csak a bemelegítésre és a verseny gyakorlatokra tudjam koncentrálni. Az ellenfeleket én figyelem, és adom a tanácsokat, hogy milyen súlyra kell menni, hogy természetesen, hogy versenybe tudjunk maradni. A felvételeken látható volt egy trikószerű ruha minden versenyzőn. Mi volt ez? Hát tulajdonképpen engedélyezett egy gumiruha. Én nem szeretem, már a mi versenyzőnk se szeretik, mert nagy előnyt ad olyanokkal szemben, akik egyébként erősek. De mivel a versenyszabály megengedi, mi is használtuk ugyan, de a miénk elég gyenge minőségű, tehát így nem tudtuk vele annyira kihasználni, mint esetleg más versenyzők. Szabolcs, végső soron elégedett vagy az ezüstéremmel? Hát nagyon örülök annak, hogy nemzetközi versenyen felfértem a dobogóra, és ezt szeretném még a világbajnokságon is megismételni. Tehát további cél a világbajnokság. Milyen esélyed van oda kijutni? Hát esélyeim vannak, de ez változhat. Mi fogja megelőzni a világbajnokságot? Hát roppant kemény felkészülés. Ez miből fog állni? Hát napi két edzésből, eleinte, majd a verseny felé pedig csökkentjük az edzések számát és növeljük a súlyt. Az edzésekre mostanában milyen lehetőség van? Hát tulajdonképpen jövőre lesz gondunk a teremmel, hát ezt most nem szeretném úgy jobban ecsetelni, de előre tájékoztatom a sportkedvelőket, hogy sajnos gondjaink lesznek jövőre az edzéssel. Most jelenleg még biztosítva vannak az edzéseink az Acsádi Szakmunkás Képző Intézetben, és ide várnánk azokat a fiatalokat is, akik esetleg kedvet kaptak, hát 14 éves kortól. A továbbiakban is sok sikert kívánunk. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönjük szépen.